A Kukkolnia Polgári Társulás már több éve nagy hangsúlyt fektet a tehetségek, illetve a fiataloknak a képzésére és a támogatására. A tavalyi évben ugye elindítottuk a Kukkolnia Hospitality Talent képzést. Ennek a projektnek a keretén belül több programunk is volt, különböző rendezvényeket, képzéseket szerveztünk, és kettő középiskolának anyagi támogatást is biztosítottunk eszközbeszerzésre. Olyan eszközöket tudtak ebből a támogatásból vásárolni, amik hozzásegítik az iskolában való gyakorlati képzést, mivel úgy gondoljuk, nagyon fontos az elméleti oktatáson kívül a diákoknak, a tanulóknak a gyakorlati képzése is. Ugye egyrészt ezt is segítjük a Hospitality Talent képzéssel, ahol külföldi oktatókat és külsős oktatókat vonunk be ebbe a képzésbe, másrészt pedig támogatjuk azt, hogy minél minőségesebb és színvonalasabb képzést tudjanak biztosítani az iskolák is. Támogatásnak köszönhetően ide az iskolakonyhára 3 gépet tudtunk megvásárolni. Az egyik a vákumozógép, a másik a szuvidálógép, a harmadik pedig egy mérleg. Sikerült vennünk indukciós sütőt, ami egyszemélyes, ami nagyon praktikus, mivel ugye bárhova azért oda tudjuk vinni, hogyha ilyen különböző akciójaink vannak. Aztán ez a flambírozó kocsi, ami szintén hordozható, tehát ilyen gurulós, ez is nagyon praktikus, és nagyon örültünk is neki, mivel ezzel nem csak az órákon tudunk a gyerekeknek valamit bemutatni, az, hogy hogyan is flambírozunk, hanem a különböző akciókon valakinek szüksége volna egy ilyen, hogy szeretnének látni egy ilyet, akkor tényleg meg tudjuk nekik mutatni. Ami nagyon-nagyon és nagyon jó, és nagyon örültünk neki, az pedig a kávéfőző volt. A Szent István téri közös igazgatású iskola, vidékfejlesztési szakközépiskola részlege pályázott a szülői szövetség, iskolánk mellett működő szülői szövetség segítségével a Kukkolnia Polgári Társulásnál. Így körülbelül egy nagyjából 5000 eurós összeghez jutottunk hozzá, amiből tudtunk venni egy konvektomatot, így most már mind a 3 iskolai tankonyhánk föl van szerelve konvektomattal. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó a diákok számára, hogy tudják használni a modern eszközöket is. Nagyon örülünk, hogy sikerül mindig új és új technológiákkal bővítenünk az egyes tankonyhákat, és ez a diákoknak elősegíti akár a jövőben, hogy új technológiákkal ismerkedjenek meg, ugyanis a munkaerőpiac ezt követeli meg. A konvektomat lényege az, hogy gőz segítségével, forrógőz segítségével készíti el az ételt, és ezáltal az étel sokkal szaftosabb, sokkal ízesebb lesz, és ez nélkül már egy nagy konyhában szinte elképzelhetetlen az ételnek az elkészítése, ezért mindenképpen szeretnénk a diákokkal megismertetni ezt a technológiát, megismertetni a gépnek az irányítását és a használatának előnyeit, hátrányait.